Az első csók házastársként meghatározó egy életen át. Az esküvő az egyik legszebb nap a pár életében, mégis érdemes neki kedvet csinálni. Erről szól a házasság hete, amely csaknem két évtizede Angliából indult el, és Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házasságot és a családot helyezi a középpontba. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek, vagy a párkapcsolati problémákkal küzdőknek. Ennek érdekében a mozgalom minden évben kiválaszt egy nagykövet házaspárt. Idén ez egyébként Pál úr János orgonaművész és Pál úr Kornélia, és a velük való beszélgetés ad egyszerűen lehetőséget arra, hogy rádöbbenjünk, hogy máshol mi hogy működik. És a legtöbb segítség, ahogy halljuk, abból ered, hogyha egyszerűen másoknak a tapasztalatát halljuk. Ugye ez nem egy megmondós műfaj, hogy meg lehetne mondani, hogy hogy kell csinálni, mert senki nem tudja, hogy biztosan hogy kell csinálni, vannak alapelvek, mint a szeretet, a hűség, a megbocsátás, és ezeknek, hogyha gyakorlati megvalósulását látjuk valakinek az életében, az egyszerűen erőt ad, hogy akkor próbáljuk ki mi is. A gyakorlati példamutatáson túl tudományos kutatások és előadások is színesítik a programot. Hétfőn este 6 órakor dr. Gorove László és Krista arról beszélnek, hogy nemek és igenek a házasságban. Ez egy előadás lesz. A Házasság Hete Facebook oldalán keresztül lehet ezekbe az előadásokba online bekapcsolódni, akár utólag is. És kedden egy másik nagyon érdekes előadás Mihalec Gábortól, Viharáló szerelem a címe. És ez azért nagyon különleges, mert azt vizsgálta a szerző korábban egy kutatásában tavaly, hogy mitől van az, hogy egy krízis helyzet, mint például amilyen a bezártság is, bizonyos párok kapcsolatát tönkreteszi, szétzilálja, viszont másokat pedig úgy néz ki, hogy akár meg is erősíthet. Nyíregyházán február 9-től 11-ig a Szent Imre kápolnában előadással, koncerttel és filmvetítéssel várják a Házasság Hete programsorozat iránt érdeklődőket. Az országos programok és előadások online érhetők el a Házasság Hete Facebook oldalán.